Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Így igaz, itt vagyunk, és itt van az újabb hőhullám, legalábbis egyelőre még Budapesten mindenképpen, de nem erről a hullámról fogunk beszélgetni, hanem az elmúlt harmadik hullámról, mármint a járvány harmadik hullámáról, és az esetleges negyedikről. Itt van velünk Pusztai Erzsébet. Haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szerintem maradjunk a szervusznál. Szervusz! Szervusz a hallgatóknak, meg jó napot kívánok én is, meg gondolom. Te is, ismerjük egymást meglehetősen régóta, tehát meglehetősen furcsa lenne, ha most hirtelennyében magázódásban menekülnénk. Lesz a negyedik hullám? Nem tudom. Na végre. Én nem szeretek jósolni. Na végre, mert szerintem ez a legcélra törőbb válasz, és jobb lett volna mondjuk az elmúlt másfél évben sokoktól ezt többször hallani. Na de mondjad, nem szeretsz jósolni? Nem szeretek jósolni. Egy dolog biztos. A vírus itt van, közöttünk van. Az is biztos, hogy Európában ez a bizonyítottan sokkal gyorsabban terjedő Deltának nevezett Indiából származó variáns egyre rohamosabban terjed. Angliában már a domináns a fertőzöttek között. Németország komoly intézkedéseket hozott, hogy ne hurcolják be ezt a variánst, bár én szerintem mindenféleképpen terjedni fog. Tehát itt van közöttünk, de én nem gondolom azt, hogy biztosra lehetne mondani, hogy hogyan alakul a dolog. A nyár valószínűleg ugyanúgy, ahogy tavaly, lényegesen nyugalmasabb lesz, és elképzelhető, hogy ez a variáns, hogy a nagyobb csoportos összejöveteleken, zárt térben, miután könnyen tud terjedni, gócos előfordulásokat okoz, hogy ez visszaáll-e egy nagyobb hullámmá az ősz folyamán, hát ezt még nem tudom megmondani. Jó, akkor csapjunk itt a közepében. Tételezzük fel, hogy ahogy említetted, úgy lesz, kialakulnak gócok, terjedni fog, bár a nyáron a fertőzések nem lesznek kimutathatóak, tavaly is ez történt Európa szerte. Magyarországon volt olyan nap, ahol gyakorlatilag nem regisztráltak új fertőzöttet. Viszont mit tudunk a korábbi évekről? Mert a koronavírust a COVID-19 járvány óta figyeljük egyáltalán, és lehet, hogy most valami olyasmi került a figyelemnek a középpontjába, ami hosszú évek óta, még hogyha nem is ebben a variánsban, de itt van velünk. A koronavírus az nem kérdés, hogy nagyon régóta létezik közöttünk, de enyhe felső légúti hurut formájában, náthák formájában nyilvánult meg. Tehát nem arról van szó, hogy az egész család, a koronaviridei család, az teljesen új lenne, hanem arról van szó, hogy ezen a családon belül keletkezett egy olyan változat, amelyik az embert megfertőzve nagyon komplex következményekkel jár. És ebben az a legszörnyűbb. Maradjunk pontosak, járhat, mert van, akinél tünet nélkül megy át. Bár hozzáteszem, hogy ugye Nyugat-Európában, sok országban nagyon komolyan vizsgálják magát a betegséget és a következményeit is, és bizony az esetek, az enyhe lezajlású esetek 30%-ában komoly elhúzódó panaszokkal jelentkeznek az emberek. Tehát nem a megbetegedés súlyossága önmagában a probléma, bár az is nagyon nagy baj, hogyha ezt az elsősorban tüdőgyulladás, de az összes szervet érinthető betegséget okozza a koronavírus, pontosan azért, mert ez a vírus a kisereket támadja meg, és ott alakulnak ki gyulladásos folyamatok. Azt de mondod, azoknál is, akiknél nagyon enyhe volt, hónapokig tartó panaszok alakulhatnak ki. Még nem is tudjuk, hogy ennek mi lesz majd hosszú távon a következménye. Ahogy egyébként egy influenza vírusnál is.
azt hiszem mindannyian az életünk során be tudunk számolni olyan influenza tünetekkel, amik elhúzódtak hónapokig, és jóval furcsább volt, mint a korábbi szezonális megbetegedések. Hát ennél furcsábbat nem. Vírusfertőzések után előfordulhatnak elhúzódó panaszok, de ennél olyanokat, mint amit a koronavírus után tapasztalnak az emberek, olyanok ehhez hasonlókat sem találtak még. Ezt miért állítjuk ilyen határozottan? Miért állítod ilyen határozottan? Van-e olyan összehasonlíti vizsgálatunk, amely minden vírusos fertőzésre ilyen részletekbe menően és ilyen nyomon követő módon vizsgálatokat végezne, hogy az egyértelmű összehasonlítást tehessünk? András, a fertőző betegségek kezelése az azért nagyon hosszú időre megy vissza. Én magam is a kórházban hosszú éveken át kezeltem a legkülönfélébb fertőző betegséggel, felső légúti hurittal, influenza járvánnyal betegeket. Igen, influenza járványban, különösen azok, akik legyengült szervezetűek, vagy szívbetegséggel küszködtek, vagy tüdőbetegséggel küszködtek, a nagyon magas lázat okozó influenza miatt bizony nem egyszer előfordult, hogy meghaltak. De nem alakult ki ilyen furcsa, sokszínű, elhúzódó tünet együttes, mint a koronavírus után. Ez tény. Ezek orvosi megfigyelések. Itt nem arról van szó, hogy jön egy tudós, és kitalálja, hogy majd ezt fogjuk leírni, hanem a betegek megfigyeléséből következik. Nekem pár évvel ezelőtt volt, pedig évről évre, vagy legalábbis minden második évben az ilyen szokásos téli influenza átment rajtam, ilyen egy-két napos lázzal. És az egy nagy kérdés, hogy influenza volt-e? Stimmel, vagy adott esetben koronavírus, vagy valamilyen mutációja bármi másnak? Bármilyen felső légúti hurút az emberek rendszerint influenzának nevezik az egyszerű náthákat is. A valódi influenza az felnőttek esetében nagyon magas lázakat okoz az esetek nagyobbik részében. Komoly izomfájdalom, magas láz, elesettség, nagyon rossz közérzet, és ez nem egyszer, egy hétig is eltart. Na most esetemben, amiről beszeretnék számolni, az nem egy hét volt, hanem hetekkel utána is még tüneteim voltak. A munkahelyem kérdezték tőlem, amikor egyébként már nem voltam, magamat legalábbis betegnek nem éreztem, lázam sem volt, semmi hasonló, hogy verekedtem, mert hogy miért van megdagadva akkorára az orrom, hetekkel utána mondom. Nyilvánvalóan valamilyen mutációt sikerült akkor bekapni, ma azóta sem voltam beteg. Igen. A szervezet rendkívül bonyolult. Tehát nem egyszer fordul elő, hogy egy immunrendszert felpiszkáló, hogy ilyen egyszerűen mondjam, fertőzés után bizonyos eltúlzott reakciók alakulhatnak ki. Ilyen példát én is tudok mondani gyerekkoromból, amikor kaptam egy felső légúti hurutra, hőemelkedésre egy gyógyszert, és kiütéseim lettek. Máig is be tudom venni azt a gyógyszert, nem a gyógyszerre lettem allergiás, hanem a szervezetem átmenetileg másképp reagált. Jó, de szerintem a kulcs szót azt most te mondtad ki, amikor azt mondtad, hogy a szervezetünk igen bonyolult, sokféleképpen reagál. Hogy egy ilyen helyzetben, amikor tudjuk azt, hogy egy fajta fertőzésből sokféle jelenség következhet, a vírust, ennek a vírusnak ezt a mutálódását nem ismerjük egészen pontosan, hogy ebből egy ilyen kapásból valamiféle pestisszerű riadalmat kelteni, okozni magunkat ebbe, bele ringatni, hogy ilyen állapotok vannak, az szerinted megalapozott, célszerű? Jó? Nem a célszerűség hozta először ezt a reakciót a világ számos helyén, hanem az, hogy akkor, amikor elindult ez a járvány, és Kínából
meglehetősen megkésve, nagyon aggasztó és nagyon súlyos híreket lehetett hallani, és különösen, amikor Lombardiában, ugye a részben a foci meccs, részben pedig a karnevál segítségével durván berobbanó járvány rettenetes helyzetet okozott. De ez tehát rettenetes... az borzasztó nagy rémültséget jelentett, és ezt nem lehet összetéveszteni. Tehát amikor a komputertomográfiás képek, a beteg tünetei, a légzészavar, az egész tünet együttes, ez nem holmiféle fantázia és ráfogás, hanem nagyon konkrétan megállapítható. Hát a komputertomográfiás képeket úgy nevezik, hogy covidos tüdő, mert nincs más olyan tüdőgyulladás, ami ilyen képet adna. Na, maradjunk egy kicsikét ennél a Bergamónál, és azt szerintem van egy olyan fertőzés ezzel kapcsolatban, amelyhez talán én jobban értek, minden esetre a tevékenységembe inkább vág, mégpedig a hírek terjedése. Az, hogy apokaliptikus állapotok vannak Bergamóban, az zömében egyetlen egy kórházban készült felvételekről terjedt el. Az, hogy Bergamóban mekkora egyébként a mortalitás, azt a sajtó már nem prezentálta, illetve az sem, hogy amit egyébként az olasz statisztikai hivatal kimutatásaiból már lehetett látni az első hetekben, hogy kik a veszélyeztetettek. Olyan kattintás... járvány, maradjunk ennél, indult be, olyan címadás cunami, amely teljesen más fénytörésbe helyezte az egészet. Illetve van még egy dolog, amivel kapcsolatban, amit kihagytál szerintem, nem csupán az Atalanta mérkőzés az, amely gócot jelenthetett, ez, amit egyébként a mai napig nem tudunk, azt tudjuk, hogy logisztikai hibát elkövettek Bergamóban, hogy összezsúfolták a betegeket, de az történt, hogy nem csak természetesen a távoli országokban, vagy a távolabb lévő országokban, mint például nálunk ment híre, hanem magában a városban is. És mindenki elrohant az orvoshoz. És ha esetlegesen nem lett volna odáig fertőzött, a várótermekben biztosan. Ez kétségtelen tény, hogy ilyen esély van. Tehát arra van esély, hogyha egy frissen induló járvány, amiről még nem tudunk sokat. Tehát ez nem azért alakult így, mert valaki így akarta csinálni, hanem azért, mert ez egy vadonatúj jelenség volt, valóban nagyon komoly következményeket láttak, nem csak Bergamóban, hanem Kínában is, és ezért az első pillanatban mindenkiből a rémület jött ki, még az egészségügyiekből is. Ezzel nem lehet csodálkozni. Na várjunk. És dőlnek hozzá az azonos problémával küzdő betegek, akiknek oxigént és képet és bármit megpróbál, egy részüket nem tudja kihúzni ebből az állapotból, az elég borzalmas élmény, mert ilyet Európa, de a világ másik része se nagyon tapasztalt. Adta az egy-két rövid ideig tartó kivételt, amikor a távol-keleten ez a MERS-i járvány is előfordult. Várjunk egy picit azért, nem, ma már szerintem megcsal minket az elmúlt másfél évnek az összes eseménye. Nem mindenkinek az volt ám a reakciója, amikor megjelentek a hírek a Covidról, hogy itt valamiféle egészen szürreális állapotok lesznek, és karantént kellene, illetve távolságtartás, maszkviselés és egyéb intézkedések. Kemenesi Gábor, a pécsi Egyetem Virológia Intézetében azt nyilatkozta tavaly februárban, hogy keresztbe helyezném a helyzetet, mondja ő, több ember hal meg évente szezonális influenzában, mint ebben a járványban fog. Duda Ernő, szegedi kutató azt nyilatkozta, hogy nincs oka rettegésre, illetve az újpesti médiának nyilatkozva a Szlávik János is annak a vélekedésének adott hangot, hogy nem lesz járvány Európában. Ez volt az első reakció. Ehhez képest pár hét után ugyanezek az emberek vezérletével fordult meg a közhangulat.
Igen, mert látták az eseményeket. Tehát azért mondom, hogy előre látni, hogy mi történik, azt nem lehet. Akkor, amikor egy nagyon könnyen terjedő, mert felső légúti cseppfertőzéssel terjedő járvány fenyeget, akkor mindenki azon gondolkodik, hogy ezt hogy lehet megakadályozni, hogy lehet lefékezni, hogy lehet elérni azt, hogy ne történjen meg, hogy az egészségügyi ellátórendszer gyakorlatilag összeomlik a terhelés alatt. Hát vagy igen, vagy igen, vagy nem. Ezt nem tudta senki, és a vagy igen, azt kivárni először, tehát azt mondom, hogy oké, nem intézkedem, aztán vagy igen. És akkor mi van? Mert de akkor ilyen, már szóval szerintem ez a lovon való fordítva ülésnek az esete nem lehet az embereknek az alapvető jogait olyan módon korlátozni, hogy azt mondom nekik, hogy nem tudom, mi a veszély. Hát ez megfordítása... Azt nem mondták, hogy nem tudom, mi a veszély. A veszély az volt, hogyha ez a járvány valóban nagyon gyorsan elkezd terjedni egy populációba, akkor az a veszély, hogy a kórházi ellátás, az egészségügyi ellátás összeomlik. Mert nem tudják ellátni. Hát pont ez a járvány lényege. A járvány esetén nem csak a súlyosság a kérdés, hanem az a kérdés, hogy egyszerre oda dől egy csomó ember kisebb, nagyobb, még nagyobb problémákkal az egészségügybe, és még úgy se tudom megmenteni, akit meg lehetne. Hát ez a járvány problémája. Az egészségügy, ugye ezt nem egy orvosnak kell mondani, hogy az egészségügy valamilyen szinten minden esetben szelektál, mert hát ugye ezek a például nagyon-nagyon drága kezelésekre pontosan azért kell gyűjtéseket rendezni, mert nincsen benne a társadalom biztosításban, az egészségügy nem tudja ellátni, van egy szűk keresztmetsze, egy kapacitása akkor is, még akkor is, hogyha egyébként emberi életről van szó, mert egyébként a gazdasági is emberi élet, és hogyha minden forrásunkat az egészségügyre költjük, akkor előbb-utóbb nem lesz, aki megtermeli ezeket a forrásokat, és mindannyian ilyen halunk. Ebben teljesen egyetértek. Na jó, van, csak érted, ebnek az igazságnak a talajáról kéne innen elindulni. Egy kicsiket fel vannak borzolva az idegeim, ne haragudj, csak hogy mást mondjak, egy nem orvos, hanem egy más jellegű kutató, energiahatékonyság szakértő, CEU magával kitüntetett hős magyar anyája nyilatkozott tegnap vagy tegnap előtt, ahol azt mondta, hogy az egész ilyen kérdés egy hamis dichtómiába került, vagy dilemmába, mert sikerült felállítani az emberi élet versus gazdaság kérdését. Mert hát, hogyha egy üzlet bezár, mondja ő, ezért nincsen semmi értelme szerinte ennek a dilemmának, akkor azt legfeljebb újra nyitják. Aki egy év alatt tönkre megy, te ugye foglalkoztál eleget pszichoszomatikus bajokkal is, aki elveszíti az állását. Hogy mondhat ilyet egy ember, egy kutató? Mi kéne? Ezt tőle kéne megkérdezni, András. Ez megint a másik oldalról való nagyon-nagyon leegyszerűsített dolog, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a gazdaság, a munkahely, a jövedelem és ilyenek nélkül megint csak emberéletek kerülnek veszélybe. Hát ez teljesen nyilvánvaló mindenki számára. De nem volt mindenki nyilvánvaló mindenki számára, hiszen az első perctől kezdve ezeket az ellenérveket negligálják a járványkezeléssel kapcsolatban, azon túl, hogy a járványkezelésnek a különböző intézkedéseit vitató embereket stigmatizálni próbálnak. Menjünk egy kicsikét vissza onnan, ahol eljöttünk, hogy milyen jóslatok voltak tavaly februárban. Szeretnék majd veled pár szót váltani az ivermektin ről is, csak hogy érzékeltessem, hogy körülbelül milyen szituáció van. Ez ugye egy, ne kezdjünk most bele, csak hogy jelezzük a hallgatóknak is, meg a mi beszélgetésünkben is, hogy milyen ponton érinti ezt. Ez egy milyen szer pontosan? Egy ilyen parazita fertőzéssel kezelésére szolgáló szer, amelyet állítólag a koronavírus
egyrészt előbb tüneteinek enyhítésében, majd talán a kór megtüntetésében is hatékonynak találtak több távoli országban végzett kísérletben, jól mondom? Igen. Olyan értelemben, hogy nem állítólag, hanem laboratóriumi vizsgálatokkal mutatták ki, hogy gátolja a vírus szaporodását. Ennek alapján elkezdtek sok helyen, olyan helyen, ahol maga ez a gyógyszer ismert volt, elkezdték alkalmazni, és azóta már nagyon sok vizsgálat egyértelműen bizonyítja a hatékonyságát. Jó, erre mondjuk térjünk egy kicsikét vissza. Ezt tudom, hogy neked ez a véleményed erről. De azt ugye megállapíthatjuk, hogy amikor te ezt szóba hoztad, ezzel kapcsolatos híreket osztottál meg, akkor egy egészen turbulens nekedesés történt. Hát voltak, igen, voltak orvos kollégák, voltak, akik azt írták, hogy ugyan már az a vizsgálat nem vizsgálat, mi az, hogy most mi egy fejlődő országbeli vizsgálatra hivatkozunk, miközben India tudománya, hát azért enyhén szólva számos helyen magasabban áll, mint a miénk. Voltak ilyenek, de hát ez sajnos mindig természetes. És nem csak nálunk voltak ilyenek, hanem az egész világban. Jó, ezt ugye, miután felnőtt emberek vagyunk, láttunk sok mindent az életben, államtitkár is voltál, parlamenti képviselő is voltál, tudod, hogy mennyi érdekviszony van egy társadalomban. Igen. Azt ugye nem nehéz arra a megfejtésre jutnunk, hogy orvosoknak, kutatóknak, gyógyszerlaboroknak is megvan a saját érdeke. Hogyne. Anyagi érdeke is. És igen vehemensen tudnak reagálni tiszteletben megőszült akadémikusok, amikor úgy érzik, hogy mondjuk az ő üzleti érdekeiket valaki veszélyezteti. Ezt szerintem még ezzel sem mondtam merészet, ugye? Igen. Na most mondom, azért kevertem ide az ivermektin esetét, mert hogy indítottam a különböző virológus jóslatokkal tavaly februárból, nem lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy itt egy csomóan megérezték a lehetőséget abban, hogy ez mennyi kutatási pénzt jelent? Hogy ez hirtelennyiben mekkora figyelmet jelent? Hát, dehogy is nem. Hát például az ivermektint eredetileg gyártó gyógyszergyár az Egyesült Államokban koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére kapott állami támogatást. Én magáról a koronavírus járványról beszéltem, hogy ebben hányan látták meg hirtelen, és ezért mondjuk azt a visszafogó véleményüket, ami kezdetben volt, hogy nyugodjunk meg, és hát azt hirtelennyében, amikor látták, hogy világszerte van egy ilyen fejfölkapás, egy ilyen rácsodálkozás, egy megrettenés hirtelennyében, hogy ez micsoda, rájöttek, hogy ez nekik tulajdonképpen kiválóan megfelel. Hát itt tényleg kutató sztárok jöttek létre világszerte egy év alatt. Hát, hogy kutató sztárok el, vagy kutatók, akik ezáltal váltak sztárra, hát ez egy másik megközelítés. Hát kutatók, ráadásul, sőt, mit még ennél többet is mondok, hát olyanok, mint soha hivatalnokok, tehát orvoshivatalnokok, igen, járványkezelők. Hát Fauci az Amerika bizonyos szegmenseiben népszerűbb, mint valaha a Beatles volt. Igen, tudom. Na, hát de akkor innen indul, csak azért, mert hogy ebben, főleg, hogyha kollégákról van szó, te is kollégákkal nyilatkozol együtt, nagyon nehezen lóg ki az ember, és hogy önmagában a nyilvánosság is már egy öngerjesztő folyamat, nem csak egy vírus terjedés. Igen. Jó, csak nekem ez a bajom az egész folyamattól, hogy ilyen önreflexiós pontok maradtak ki belőle. Mert azért ez egy hosszú folyamat volt, azt megértem, hogyha egy hétig, kettőig valami teljes elborulás van, és pánik, és oké, rendben, minden leáll, de azért két hetente megkérdezhetjük, hogy ez micsoda, és hogy jé, az a terület, az teljesen máshogy reagál, jé, az a jóslat nem jött be. Hogy kellemetlen legyek veled, nem akarok sűrűn ilyen lenni, nem szeretném erre vinni, de hogy mondtad, hogy nem akarsz jósolni, ennek ellenére a terasznyitásnál volt egy olyan nyilatkozatod, hogy csodának kellene történnie ahhoz, hogy a hétvégi terasznyitás után ne emelkedjen a fertőzöttek, igen, száma. Azt nem emelkedett. Mert olyan tömeg volt, hogy egyszerűen, és akkor még azért, emlékezzünk rá, hogy még bőven benne voltunk abban a harmadik fázisban, amikor sok fertőzött volt,
Hát ezek szerint valóban csoda történt. De ez nem, erre mondtam, engem például nem lepett, mert pedig én nem vagyok sem infektológus, sem epidemiológus, sem virológus, faktorológus sem, ráadásul se szent, se proféta, se semmilyen. Egyszerűen azt láttam a tavalyi számokból, hogy ténylegesen szezonális mintát követ a koronavírus terjedése, hogy mekkora értéken és milyen tüneteket jelent ez, ezt most hagyjuk, de maga a görbe a szezonális jeleket mutat. Ráadásul rámintázható nem csupán a tavalyi alakulásra, jóval magasabb esetszámoknál persze, hanem a hosszú-hosszú évek alatt az a grafikon, amit kirajzolnak, az influenza gyanús tünetekkel orvoshoz fordulók számából. Erre is rámintázható koronavírus terjedése. Mondom, nem hát vitatva igen, az, hogy... Az első év után már könnyebb ez erre a következtetésre jutni, mert az, hogy tavaly nyáron visszaesett a dolog, mert én megmondom őszintén, én azt gondoltam, hogy ősszel nem lesz már olyan terjedése. Na persze ehhez az kellene, hogy működjön Magyarországon a járványvédelem, és az a része, hogy ahol fertőzés gyanús embert találnak, ott tesztelni kell, és izolálni, hogy ne tudja továbbadni a fertőzést. Tehát persze erre is szükség lenne, és ez volt az, ami Magyarországon nem következett be rendesen, rendkívül zűrzavaros volt az egész. Ellentétben Szlovákiával, ahol agyon tesztelték magukat, és ott tényleg egy ponton úgy nézett ki. Én a szlovákiaira is azt mondtam, hogy hát kíváncsi leszek az eredményre. Én nem arra gondolok, hogy feltétlenül az egész lakosságot tesztelni kell. De arra, ahol a tünet megjelenik, ott tesztelni kell. Mert ez a járványvédelem ABC-jéből az A betű. Ha nem tudom, hol a fertőző képes ember, akkor nem tudom gátolni a járvány terjedését. Azt hagyjál, hogy te azt mondtad, hogy nem számítottál ősszel egy ekkora visszatérésre. Ez ember ilyet mond, hogy nem számítok rá, aztán igen, alakul valahogy. De volt valaki, aki azt mondta, Expressi Service, hogy nem lesz második hullám. Ormán jövendőlését a második hullámról nem kell elhinnünk, mert amiket eddig mondott, azok sem bizonyult igaznak. Pont annyira megalapozott, hogy, mint ahogy azt mondta, hogy május 3-án tetőzik a járvány. Ezt ott kinyilatkozta? Na hát nem tudom, nem is. Falus Ferenc. Hát most mit csináljak? Hát ez az ő véleménye. Oké, rendben, csak hogy ezek mind mondom reflexió nélkül maradtak, és ennek ellenére ilyen bedobásokra azért mondjuk az én gyerekemnek gyakorlatilag kimaradt egy éve a társaival. Hát na azért nem csak ezért maradt ki, maradjunk abba. Nem csak ezért maradt ki, hanem azért maradt ki, és nagyon sok gyereknek az iskola, amit rettenetesen, különösen a kamasz fiatal társaságot borzalmasan sajnálom, mert szörnyű dolog lehet az életükben, de nem emiatt maradt ki, hanem azért, mert valóban felfutott ősszel a fertőzöttek száma. De kérdés az, hogy az a felfutás az indokol-e bármi olyan intézkedést, ami őket érinti? Változatlanul, nagyon határozottan vannak olyan álláspontok, zárójel például az enyém, amely azt mondja, hogy nem. Az a fajta veszélyeztetettség, amelyeknek a tizenévesek ki vannak téve, azok, tudom, nyilvánvaló szülők vagyunk, borzasztó kimondani, egyetlen egy gyerek élete is, életének elvétele is katasztrófa, de ez megtörténik többekkel évről évre. Ez teljesen így van, csak éppen egy járvány az járvány, és az iskola az egy inkubátor. Ott, ahol az egész napot együtt töltik a gyerekek az osztályba, ott a fertőzés terjedésének óriási a lehetősége. És a gyerekek részben saját maguk az esetek nagy részében állítólag és tapasztalat szerint nem aránynak könnyen átestek rajta, néhányan nem. De itt nem csak ez a kérdés, hanem az, hogy a gyerekek az iskolából haza és otthonról az iskolába járnak. Ezáltal az inkubátor az tökéletes arra, hogy szétterjesszék a fertőzést. Tehát nem csak izoláltan a gyerekek miatt volt ez fontos. Az megint egy más kérdés, hogy rengeteg helyen
nagyon jó alternatív megoldásokat dolgoztak ki, csoportbontásokat, termek szétszórását, időpontosztást, tehát, hogy nem az egész napot tölti az iskolában, hanem délelőtt van az egyik társaság, délután a másik társaság. Tehát rengeteg országban nem kizárólag az otthoni oktatás volt a megoldás, hanem nagyon sok változatot dolgoztak ki, ez megint nem történt meg nálunk. Én azzal értettem volna sokkal jobban egyet. Jó, akkor én elmondom, 2,5 bővített mondatban az ezzel való ellenérveimnek a sűrítményét, és miután ez nagyon jogászi lesz, utána erről meg fogom kérdezni a már velünk lévő Bakó Beátát is. Szóval azt akarom erre mondani, Erzsé, hogy oké, rendben, igazad van, egy csomó mindenben, hogy inkubátor az iskola, terjed a fertőzés, na de hát rájuk nem veszélyes. Szerintem azt az első percben már Bergámóból láttuk, hogy kik a veszélyeztetettek. És azok közül is szerintem, aki veszélyeztetett, egy csomó mindent saját maga tud eldönteni, más rajta kívül nem. Például ott van egy idős ember, aki ráadásul rendelkezik alapbetegségekkel, ő is mondhatja azt, hogy őt ez nem érdekli, van hátra valamennyi éve, ő szeretne az unokáival találkozni, mint letöltsön karanténban még, megkímélt mondjuk 2-3 évet. Az ő egyéni döntése, hogy ő ettől hogy boldog, nem vehetem el tőle, csak és kizárólag abban az esetben, ha tényleg látjuk azt, hogy itt az utcán hullanak az emberek. De itt, amit mondtam, ilyen jellegű jóslatokra alapozva, embereknek a joga korlátozva lett. Szia, Bea, itt vagy időközben velünk? Magad is. Haló, várjál, én nem hallottalak, ugyanis az történt, hogy miközben hihetetlen meggyőzően beszéltem a saját magam számára, egy gombot elfelejtettem benyomni. Tehát itt vagy velünk? Igen, itt vagyok. Szia, és üdvözlöm a hallgatókat. Szia. Na, a jogkorlátozásról beszéltünk. Mi erről a véleményed tömören? Mondhatod azt is, hogy tökéletesen egyetérszelem, vagy nem? Legalábbis, amikor bekapcsolódtam itt konkrétan általában a járványügyi védekezéssel bevezetett korlátozásokról volt szó. Tehát nem a... Mert én ugye tettem egy alkotmányjogi panaszt, ami kifejezetten arra vonatkozik, hogy diszkriminatív módon oldják fel ezeket a korlátozásokat annyiban, amennyiben csak a védettségigazolvánnyal rendelkezők tehetnek meg bizonyos dolgokat, az oltást felvevők pedig nem, tehát nekem ott ez a panaszom erre vonatkozik. Ezt én tudom, ezt meg is kérdeztem volna második. Hogy általában a korlátozó intézkedések jogszerűségét megítéljem, az egy jóval összetett kérdés ennél meg. Szóval, hogy ebben nem akarok állást foglalni, tehát tényleg az én panaszom az kifejezetten erre a diszkriminatív oltott, nem oltott meg különböztetés rendszerre vonatkozik. Jó, akkor most meg fogom kérdezni Pusztai Erzsébetet, hogy ő egyetérte azzal, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek több jogosultság járjon, mint azoknak, akik ilyesmivel nem rendelkeznek. Hát helyből a védettségi igazolvány okoz súlyos problémát. Tehát maga a védettségi igazolvány nem igazol védettséget. Ez az első súlyos probléma. Főleg azért, mert egyrészt az első oltás után kiadják, másrészt egy csomó embernek, tudjuk, a Sinopharm vakcina után nem alakult ki védettsége, tehát sajnos ez az igazolvány nem igazolja azt, amire szándékok szerint létrehozták. Ez az első probléma. A másik probléma az valóban vitatható, és én sokat gondolkoztam rajta az egész járvány alatt. Ugye vannak nálunk gyerekkori kötelező védőoltások, amivel nagyon súlyos járványokat tudtak kivédeni. És továbbra is tart ez a védettség, hiszen Magyarországon azért nincsen kanyaró járvány, mert átoltott a populáció. És a világban a fekete himlőt kiirtották. Azért nincs fekete himlő járvány sehol, pedig az is egy vírusos fertőzés, mert végigoltották a világot, a világ nagy részét, és megszűnt a fekete himlő terjedésének a lehetősége. Tehát ilyen értelemben mindenképp figyelembe kell azt venni, hogy nem csak az egyént, hanem a populációt is védeni kell.
De várjál, ezt most nem értem, és akkor itt most meg fogom kérdezni Beát, mert szerintem ő hasonlóan ezt nem fog érteni. Valaki beoltotta saját magát, az ugyebár már ránézve, ugyebár már nem lehet a vírus veszélyes. Én eleve azt gondolom, hogy ez eléggé zsákutca mindig ebből a kötelező gyermekkori védőoltásokhoz hasonlítgatni a koronavírus elleni oltást, és ugye én is rendre megkapom a kommentelőktől, hogy konteós oltás ellenes hülye vagyok. Nem, tehát hogy nekem semmi gondom nincs a kötelező gyerekkori védőoltásokkal, szerintem nagyon jó, hogy vannak, és kellenek is, de azért azt látni kellene, hogy amikor ezeket az oltásokat kötelezővé tették, akkor azok már évek óta bevált használatba voltak, és ezek tényleg többségében olyan súlyos betegségek, amik sokkal nagyobb arányban veszélyesek, és pont, hogy a gyerekekre veszélyesek. Tehát mindannyian vagyunk gyerekek, és nyilvánvalóan senki nem akarja, hogy a társadalmat gyerekkorában már megtizedelje egy vírus. Tehát ez teljesen észszerű, hogy vannak kötelező gyermekkori védőoltások, de azt gondolom, hogy a koronavírus ilyen szempontból azért más. Én nem akarok orvosi kérdésekbe állást foglalni, annyit talán az összkonszenzus megvan abban, amit te is említettél, hogy azért a rizikócsoportok viszonylag jól azonosíthatók, hogy az idősek és a krónikus betegek, tehát nem az van, hogy mindenkire veszélyes, és nem is olyan nagy arányban. Tehát nem gondolom, hogy összehasonlítható lenne azokkal a betegségekkel, amikkel szemben a kötelező gyerekkori védőoltások elő vannak írva, és szerintem a jogi problémát pont az jelenti, hogy a koronavírus elleni oltás nem kötelező, gyakorlatilag azonban kvázi ilyen zsaroló jogszabályokkal próbálják az embereket rávenni, hogy beadassák. Tehát nem kötelező, de nem mehetsz ide meg oda, hogyha nem adatod be. Ez nettó zsarolás, szerintem egy jogállamban ilyen elfogadhatatlan. Na bocsánat, hát ha így vesszük, egyetlen egy oltás sem kötelező a felnőtt embereknek. A gyerekeknek azért adják be, mert a gyerek életéről még a szülő sem dönthet. És szintén a nagy számok törvény alapján, hogyha megkapják az oltásokat, abban az esetben nagyobb esélyük van megélni a felnőtt kort, illetve szép hosszan élni. De a felnőtteket nem kötelezik ezekre. Igen, de azért meg is nézem, hogy amennyire utána lehet nézni a halálozási rátáknak és a súlyossági rátáknak, azért a többsége ezeknek a betegségeknek sokkal a számok tekintetében azt mutatja, hogy nagyobb a halálozási ráta is súlyosabbak, mint a koronavírus. Tehát azért nem tudom, ilyenkor, amikor kötelezővé tesznek egy oltást, sok mindent kell mérlegelni, és de várjál, gondolom, azt akarom mondani be, hogy nem teszik kötelező a felnőtteknek, akkor sem a legutóbbi, a kötelező oltási rendben legutoljára 2014-ben került be oltás, az a pneumokukusz elleni oltás, jól mondom, Erzsi? Igen, van egy. 2014-től oltják így 2 éves kor alatt a gyerekeket, és egyébként ajánlják felnőtteknek, dohányosoknak, különböző betegségekkel rendelkezőknek, de a felnőtt embereknek ezt sem írják el. Hát vesse magára. Ha ő úgy gondolja, hogy ebbe akar belehalni, hiába ajánl, akkor majd az lesz. András, van itt egy fontos szempont. A gyerek betegségek idézőjelben, amire a gyerekkorban adnak védőoltást, azok felnőtt korban halálosabbak és súlyosabbak. Nem úgy áll a helyzet, hogy mondjuk egy mumps járvány, az csak a gyerekeket támadja meg. És ha például egy felnőtt férfi kapja meg a mumps fertőzést, ami a gyerekeknél csak a nyálmirigyek duzzat, lázat és rossz közérzetet okoz, a felnőtt férfinak nagyon durva heregyulladása lesz tőle. Nem és szeretnék mumpszot kapni. Hát ne is. Szerencsére be vagyunk oltva. Én láttam ilyet. Kivételes eset volt, valószínűleg nem volt hatékony az oltóanyag, rosszul kezelték, vagy nem tudom mi. És ez vonatkozik a többi gyerekbetegségre is. Jó, oké, rendben, ezek a gyerekbetegségek, ezt szerintem ezügyben szólj közben, igen, nyugodtan be, ahogyha nem így látod, hogy szerintem ezügyben teljes a konszenzus, hogy a gyerekeket azokkal a betegségek ellen, amelyeknek egyébként ismerjük a mortalitását, ismerjük a szövődményeit, és ráadásul hosszú évek alatt alakult ki az oltás maga. Évtizedek voltak rá, de hát a koronavírussal nem voltak évtizedek. Én egyébként nem tartom teljesen kizártnak, ezt már elmondtam, hogy folyamatosan, hát most ugye nem volt idő kivárni semmit se, hogy egy idő után valószínűleg, ha gyerekkorba kapnák-e a
jól kidolgozott megfelelő védőoltást, akkor lehet, hogy egy életre védettek lennének a koronavírusnak ezen változata ellen is. Ezt majd meg fogjuk kérdezni Letoha Tamástól a második részében a beszélgetésnek, hogy ez célszerű-e, mert azt gondolom orvosként azzal meg egyetértesz, hogy nem lehet mindent kivédeni, hogy a szervezetünk elkapja, sőt, nagyon sok esetben az a cél, hogy találkozzon másfajta hatásokkal a szervezetünk, mert különben az immunrendszerünk az teljesen elústul. Ez aztán messzire vezet, de nem feltétlenül a komolyabb veszélyekkel járó fertőzésekre vonatkozik ez. Persze, na térjünk vissza beához, én csak hozzá akartam tenni be egy plusz érvet ahhoz, amit te mondtál, hogy milyen a mortalitás, hogy még ezeknél a magas mortalitású, nagyon komoly betegségeknél sem kötelezik a felnőtteket, a legutolsónál sem. Tehát ugye itt van egy ilyesmi, amivel egy ilyen folyamatos, mert Erzsinek is felmerült előbb az érvelésében, hogy itt nem az egyénről van szó, hanem a teljes társadalom védelméről és a többiről, de hát ha valaki beoltatja magát, akkor őt még mi veszélyezteti? Kérdezem. Igen, hát ezek a másik érvek is szoktak lenni, hogy akkor aki nem oltatja be magát, az potenciális gyilkos. Én is azt gondolom, hogy aki fél a betegségtől, aki úgy gondolja, hogy számára fontos az oltás, és ő ezt inkább ezt szeretné vállalni, az nyugodtan oltassa be magát. Én szerintem a szabad döntés a legfontosabb, semmi bajom nincs, hogyha valaki úgy dönt, hogy beoltatja magát, de szerintem fontos, hogy ezt a döntést valaki úgy tudja meghozni, hogy informálódik és eldönti, hogy melyik a jobb neki, de ne legyenek benne ilyen zsaroló motivációk, hogy végül is beadja a derekát, mert különben nem mehet el foci meccsre, vagy nem mehet el a gyerekkel ide meg oda, és akkor hát ilyen rossz szájízzel végül is elmegy oltatni, és mi is nagyon sok olyan olvasósói visszajelzést kaptunk, hogy akik arról számoltak be, hogy azért a jobb meggyőződésük ellenére oltatták be magukat végül, mert hogy annyira szívás ugye védettségi igazolvány nélkül rendes életet élni, és ez viszont nagyon nincs rendben. Tehát az államnak mindenképpen biztosítani kéne a lehetőséget, hogy az emberek szabad meggyőződésükből oltassák, vagy ne oltassák magukat, ahelyett, hogy zsarolja őket. Ezt mondjuk, te említetted az olvasókat, az a mulasztásom azért megvan, hogy nem mondtam el, hogy Batkó Beátával, jogásszal, az Azonnali társfőszerkesztőjével beszélgetek a titulusaidat. Igen, és ha már itt tartunk, az Azonnali, amely itt ma újult meg dizájnban, úgyhogy bátorítom a hallgatókat, hogy nézzenek fel az oldalra. Nem csak oltás témában vannak rajta a cikkek, és most már még szebb, mint korábban. Remek, egyébként nézzék meg az átlátszót is, ha itt tartunk. Szóval, rendben, és szerinted mi lesz most a menete a beadványodnak? Hogy egyáltalán eljut odáig, hogy ezt még releváns időponton belül bárki is tárgyalni fogja? Hát van némi halovány reményem ez iránt. Ugye az Alkotmánybíróság már korábban bejelentette, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben a panaszokat gyorsabban fogja elbírálni. Azért ebben a tekintetben én eléggé szkeptikus voltam, és éppen ezért a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz is fordultam párhuzamosan, mert azért az Albinál gyakran látni, hogy alkotmányjogi panaszokat nagyon hosszú időn belül virágyra kell. Ez az Alkotmánybíróságot jelenti. Az Albi az Alkotmánybíróságot jelenti. Így van. Tehát, hogy az alkotmányjogi panaszokra nincsen egy ilyen konkrét valahány napos határidő, hanem csak úgy fogalmaz a törvény, hogy észszerű időn belül. Na most, hogy mi az észszerű, az egy eléggé ilyen gumifogalom, de szerencsére úgy tűnik, hogy ezzel az ügyel tényleg elkezdett foglalkozni. Viszonylag gyorsan kaptam is ügyszámot, és ahogy beszámoltam az Azonnal én is a fejleményekről, most legutóbb arról küldtek levelet, hogy egyesítették más alkotmányjogi panaszokkal az ügyet. Elő szokott fordulni. Nyilván nem én voltam az egyetlen, akit zavar, hogy védettségi igazolvány nélkül kirekezték bizonyos tevékenységekből. Mások is tettek ilyen panaszokat, és most több hasonlót egyesítettek, és már egyszer napi renden is volt. Tehát úgy látom, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy halad az ügy, azt nem tudom nyilván megjósolni, hogy döntés mikor lesz, és hogy akkor még fenn fog-e állni ez a rendszer. De hát ugye az a baj, ha később is döntenek, tehát hogy utólag már nem lehet helyrehozni ezeket a jogsérelmeket, hiszen az embernek akkor is egy csomó időt kénytelen addig egy ilyen diszkriminatív helyzetben leélni és lemondani bizonyos tevékenységekről, hogyha nem akarja vagy nem tudja beoltatni magát, hiszen olyanok is vannak egyébként, akiknek meg egyéb egészségügyi állapotok miatt nem javasolják az oltást. Engem elmondom, hogy mi zavar legjobban, és egyébként szintén jogászként,
hogy itt beszélgetünk, most az egyik álláspontot ismertette te be, amely az emberi jogokból indul ki arról, hogy egy liberális jogállam hogy működik, és milyen rendelkezési lehetőségei vannak egy embernek. Pusztai Erzsébet ismertette, vagy volt azon az állásponton, amely a járvány súlyosságából indul ki, meg úgy általában az emberi szervezet, az emberi egészség védelméből. És miközben mi ezen itt elbeszélgetünk, néhol vitatkozunk, hogy az egész adakta kerül, mert miközben például a te beadványod már benn van az Alkotmánybíróságnál, föltehetőlegben ezekben az órákban, percekben vagy napokban érjük el az 5,5 millió oltást, amikor már kivezetik egy csomó helyről a védettségi igazolvány kötelezettséget újabb helyekről Magyarországon, és föltehetőleg, hogyha ez az ütemben zajlik minden, akkor szép lassan mindenhova, vagy pedig olyan magyarosan, amit lehet, hogy innentől majd Európa is le fog másolni, hogy okosban megoldjuk, és aztán inkább mindenki elfeledkezik róla. És itt volt egy helyzet, ami vagy egészségileg járványveszély szempontjából jelentett valami egészen újat az emberiségben, ez egyik álláspont, vagy nem abban, hanem akkor az emberi jogok szempontjából, hogy miként lehet valamire való hivatkozással megfosztani alapvető jogoktól ember, és szépen kibeszélőtlenül marad, és csak egy ilyen precedens lesz, anélkül, hogy ennek a tanulságai meg lennének. Neked nincsen ilyen félelmed, Bea? Hát ugye most pont az adás előtt csekkoltam a magyar közönyt, mert hogy én is olvastam, hogy nyilván a kormányinfon elhangzott, hogy majd újabb lazítások jönnek, ahogy az oltottak száma növekszik. Természetesen kormányrendelet továbbra se jelent meg, úgyhogy annyira pontosan nem tudjuk, hogy akkor most mekkora lazítás jelent, és pontosan még lehet majd csinálni védettségi kártya nélkül is, mit nem, ezt egyelőre csak így nyilatkozatokból lehet példálózóan tudni, de összességében azt gondolom, hogy ez a döntés azért is lenne nagyon fontos. Nyilván tök jó lenne, hogyha még időben megszületne és konkrét jogsérelmeket meg tudna előzni, de összességében az is nagyon fontos lenne, hogy legyen arról alkotmánybírósági döntés, hogy meddig lehet elmenni veszélyhelyzetben, meddig lehet elmenni különleges jogrendben az alapjogok korlátozásával, hiszen az egy dolog, hogy a megszokott mértéken túl is lehet ilyenkor korlátozni az alapjogokat azért, hogy adott esetben a járványt visszaszorítsuk, de hát mégsem lehet őket teljesen elvenni, mégis csak ennek is kell, hogy legyen egy határa, és ezt maga az Alkotmánybíróság is már kijelentette egyébként abban a döntésben, amit Szél Bernadett beadványára az adatigénylések határidejével összefüggésben hozott, hogy igen, azért a veszélyhelyzetben sem lehet akármit megcsinálni. De nem fejtette ki, hogy akkor mi az, ami még belefér, és mi nem. És szerintem nagyon fontos lenne, hogy erről legyen joggyakorlat, mert lehetséges, hogy lesz még veszélyhelyzet, és lesz még különleges jogrend, és igazából, ha már itt tartunk, ugye az elején az általános korlátozó szabályokról volt szó, én szerintem ott, ha valami aggályos igazán, az, hogy a veszélyhelyzetet nagyon régóta hosszabbítgatják, és most is egy ilyen nagyon furcsa törvénnyel már előre meghosszabbították a veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatáját, úgyhogy igazából a kormány hatásköre az, hogy aztán döntsön, hogy meddig tart a veszélyhelyzet, vagy sem, de önmagában azt elég visszásnak tartom, hogy folyamatosan tavaly november óta veszélyhelyzet van, úgyhogy igazából most már nagyon sok mindenkit beoltottak, és teljesen visszaszorult a vírus, tehát azért ez is egy kicsit visszás, de az pedig mindenképpen fontos lenne szerintem, hogy legyen arról alkotmánybírósági döntés, hogy meddig lehet elmenni a jogkorlátozásokkal ilyenkor, mert ez eddig egy ilyen teljes szürke zóna volt, és nem nagyon lehetett tudni róla semmit, vagy nem volt egy ilyen mérce, hogy meddig. Hát azért, ha abban belegondolunk, hogy 2016 óta folyamatosan, vagy 15 óta folyamatosan migráció miatti válsághelyzet van Magyarországon. Igen, ez a másik, igen. Akkor azért még lehet ezt húzni. Bőled is megkérdezem, Merzsém, ennek a másik oldalát, hogy szépen elfelejtődik a vírus, az lesz most ősszel, amit te mondjuk tavaly ősszel vártál, nem jön vissza semmiféle hullám. Illetve, hogyha visszajön, akkor körülbelül tudatosul az emberekben az, hogy a koronavírus az itt van velünk, és mindig is itt volt, körülbelül ezen a szinten már az fog... Ne ismételgesd, mert ez a koronavírus nem volt mindig is itt köztünk. A régihez képest ez egy abszolút új jelenség, és új következményei vannak. Stimmel, de azok, akik a koronavírus létéről
2020 legelején értesültek először, számukra ez nem a COVID-19-et jelenti, hanem a koronavírus magát, hogy ilyen vírus van. Nem kell az embereknek tudni, hogy a vírusok különböző családokba sorolhatók, és hogy ez a COVID-19, ez a koronaviridé család tagja. Jó, erre térjünk majd vissza akkor a második órában, hogy akkor mit kell tudni, vagy mit nem. Én azt akarom kérdezni, hogy ez mondjuk lecseng, ez a járvány. Természetesen koronavírus marad velünk. Ez a fajta mutáció szépen belecsitul a nem tudom mibe. Attól nem félsz, hogyha szerinted ez egy ennyire különleges vírus, abban az esetben, mint ez senkit nem fog érdekelni, sőt, kifejezetten rossz élmény lesz rá gondolni, tehát inkább az lesz a hárítás, hogy hagyjatok ezzel békén, hogy itt marad ez a másfél év megbeszéletlenül? De igen, ezek nagyon komoly problémák, és én azt gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem a világban mindenhol nagyon komolyan el kell gondolkozni azon, hogy az ilyen helyzetekben mi az igazán jó eljárás. Ugye az is probléma ezekkel a rendelkezésekkel, amiket védettségigazoláshoz kötnek, hogy van egy csomó olyan ember, akit nem lehet, nem szabad beoltani. Az ő esetükről nem beszél senki. Na jó, akkor erről beszéljünk a következő órában. Ez egy véletlen dolog, olyan alapbetegsége van, vagy olyan korábbi szövődményei voltak, ami miatt nem szabad neki lehagyni az oltást. Ebben az esetben nincs arra válasz, hogy akkor ő most már ilyen intézkedések mellett nem lehet soha sehova, vagy hogy áll a helyzet. Ilyen elképzelhető, de mondom, erre térjünk vissza a... Igen. Szerintem egyébként egyrészt ez egy nagyon érvényes felvetés, és mi is sok ilyen visszajelzést kaptunk olvasóktól, hogy olyanoktól, akiknek nem javasolt az oltás, és hogy ők különösen úgy érzik, hogy kicsesztek velük, de most itt tisztán jogi szempontból én úgy érzem, hogy olyan szempontból ez a megkülönböztetés nem releváns, hogy ez az oltás nem kötelező. Teljesen mindegy, igen, hogy valaki azért nem adatja be magának, mert nem akarja, vagy azért, mert nem szabad neki. Nem szabadna, hogy ezért hátrányt szenvedjen, mert ez az oltás nem kötelező. És ilyen szempontból jogilag ez mindegy, hogy valaki miért nem oltatja be magát. Nem lehet embereket zsarolni, hogy beoltassák magukat, hogyha egyszer arról van döntés, hogy önkéntes az oltás, és kész. És valószínűleg nem véletlenül van erről döntés. Ha mondjak erre valamit, ugye az egész járvánnyal kapcsolatos jogi helyzet nem pusztán azért abszurd, mert hosszabbítgatják, hanem azért, mert a járványvédelemmel kapcsolatos valamennyi intézkedést meg lehetett volna tenni az egészségügyi törvény alapján. Ez így van, innen folytatjuk, maradjanak velünk, Bakó Beának nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt. Beszóló. Interaktív kibeszélősó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. További szép délután kívánok mindenkinek, újra itt vagyok, és itt van velem Pusztai Erzsébet is. Halló, szervusz! Halló, szervusz! Az volt az utolsó szavad, amit így sikeresen félbeharaptam, mert különben a hírekből már nem jutott volna, hogy az egészségügyi törvény alapján is meg lehetett volna hozni ezeket az intézkedéseket jóformán mind, amit a rendkívüli helyzet elrendelésenként. Sőt, én ennél tovább megyek, az magyar alaptörvényben nincs is benne olyan lehetőség, hogy egészségügyi okokból rendeljenek el veszélyhelyzetet. Ezt ugye a katasztrófavédelmi törvény, ami említi, ergo ilyenre jogszabályi alap sem volna, ami jelen pillanatban zajlik. No, hát ennél azt gondolom még súlyosabb a helyzet, hiszen itt létrehoztak egy olyan egészségügyi vészhelyzetet, ami fölösleges volt abból a szempontból, hogy az egészségügyi törvény tartalmazza a szükséges feltételeket. Aztán, amikor az egészségügyi vészhelyzetet megszüntették, akkor minden jogszabályt, amit ez alatt hoztak, azt továbbra is hatályba tartották, és most is ezt teszik. Tehát jogilag ez egészen kaotikus helyzet. Hát ez nyilvánvalóan az, de ennek kapcsán azért az
nagyon sokakban, akik a miniszterelnököt, a kormányát, az operatív törzset, bármi mást kritizálnak, de mégiscsak a miniszterelnököt elsősorban. Hogy az nem merült az fel bennük, hogy egyébként az ember nem hülye. Te voltál vele egy kormányban, ismered 90 óta talán korábbról is. Hogy azonnal felmérte ebben a helyzetben, ha nem is azonnal, de egy olyan másfél hét késéssel a kommunikációs mennyországot. Hogyne, hát ez egyértelmű. Hogy az egész így habozódott, turbulenssé vált, hogy ebben ő a politikai előnyt látja, egyébként pedig nem hülye, úgy nagyjából, hogy ez mekkora áldozatokkal fog járni, hogy körül milyen veszélynek van kitéve a kontinensben, nem Magyarország, azt egyébként alapvetően úgy néz ki, hogy számolni tudó emberek számolták ki neki. Én is mulattam egy kicsikét, amit idéztem Falus Ferenctől, neked itt az előző órában, hogy pont annyira kell komolyan venni a második hullámot, mint azt, hogy május 3-án lesz a tetőzés. Hát úgy nagyon május 3-a körül volt a tetőzés tavaly. És ezt nyilvánvalóan nem az ujjából szokta. Inkább plató volt, de mindegy, mert én ezen azért is derülök, mert a tető, az, hogy valójában tetőzik egy járvány, azt utólag lehet megmondani. Azt lehet feltételezni, hogy akkor tájt majd beáll egy fordulat, matematikai modellekkel lehet, de ha az eredeti matematikai modelleket nézzük meg, akkor Magyarországon ennél sokkal az első fázisban sokkal magasabb fertőzöttségi arányjal és kórházi kezelési szükséglettel számoltak. Hát nagyon-nagyon nem jött be. De szerintem csak a kormány maga nem számolt ezzel. Ezek számoltak, ez nem tudom, hogy kit jelent, mert epidemiológust nyilatkozni például elvétve láttam az elmúlt másfél évben, most tavasszal a kormánynak is dolgozó műhely egyik tagja szólalt meg a Népszavának, és föltehetőleg én azt gondolom, hogy amiatt, mert kisebbségben maradt a véleményével a grémiumban, ő azt mondta, hogy a nyitásból nem lesz probléma, egyetlen egy dolgot veszélyeztetünk, hogy a két hét alatti feleződés nem jön be. Ehhez képest nagyjából egészéből ilyen kiszámítható módon, de még most is, ezekben a napokban is a két hét alatti feleződésnél vagyunk, tehát valószínűleg a kisebbségében nem véletlenül maradt kisebbségben a véleményében. De mindegy, ezt most csak azért hoztam, hogy azok, akik számolnak, azok nagyjából rejtve voltak a közvélemény előtt. Pár nyilatkozó volt, és ők is inkább voltak influencerek, mint szakértők. Hát ugye a kormány a szakembereket olyan intézményekből, ami a kormány felügyelete alatt áll, nem engedi megszólalni. Tehát, hogy ki nyilatkozik Magyarországon járványügyben, az egy nagyon szűk réteg, hiszen sem a kórházi orvosok, sem a különböző intézményekben dolgozó komoly szakemberek önálló nyilatkozata nem engedélyezett. Előzetes, hol jóváhagyásra van szükség. Ez egyébként a kormány részéről azért volt teljes öngyilkosság, mert aki a kormányt akarta bírálni, és egyébként kórházi orvos, mondjuk a 60-i kórházban, az úgy is nyilatkozott. Aki mondjuk rész többé vagy kevésbé egyetért a járványintézkedésekkel, vagy még úgy abból gondolja, az viszont fegyelmezetten tartotta magát a nyilatkozati stophoz, ergo az egészségügy részéről a kormányt megerősítő vélemények nem nagyon hangzottak el. Hát igen, de én annál súlyosabbnak tartom azt, hogy a valóságról nagyon kevés volt az információ. És ez rengeteg embert elbizonytalanít, hitetlenné tesz, akár pro, akár kontra. Tehát az, hogy pontosan mi van a kórházakban, hogy pontosan hány ember van itt-ott intenzív osztályon, stb., hogy hol alakult még korábban, hol alakultak ki különböző fertőzési gócok, hát ezeket mind-mind adatkérési kínlódással kellett megszerezni. Tehát nincs. Én nem tudom, hogy van-e Európa, az Európai Unióban olyan ország, ahol ilyenfajta szinte titoktartással és manipulatív adatkezeléssel történt volna egy ilyen
komoly helyzetkezelése. Én nem tudom, szerintem meg kell akkor ingatnom a világképedet, vagy ha megtudom, de én teljesen más problémát látok az elmúlt másfél évből, mert az, amit te most felvázoltál, az körülbelül az a sejtés vagy sejtetés van mögötte, hogy van az így úgy, de azért megfelelően eljáró nyugati társadalom, a nyitott liberális államok, ahol nem kell kipasszírozni az adatokat az illetékes szervekből, és van ehhez képest az autoriter titkolózó Magyarország szám. Nem, András, én ezt ilyen kontrasztba gondoltam. Ha nem? Én azt tudom, mert hallom sokfelől, élnek ismerőseim sok helyen, hogy az európai országok legnagyobb részében nagyon komoly pró és kontra beszélgetések voltak televíziókban, rádiókban, megszólaltak a szakértők, nem csak a kormány tanácsadói szólaltak meg, hanem mások is megszólaltak. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon emiatt volt egy rendkívül szűkre zárt nyilvánosság. Az mondjuk azt meg hagyjuk is, hogy a német közszolgálati tévé folyamatosan vitaműsorokat rendezett a karantén támogató, védekezési módokat támogató szakértők, és az azt vehemensen kritizálók között. Nálunk ezt nem csupán a kormány tette lehetetlenné, az a fajta koronashaming, ami folyik a hivatalos intézkedéseket, vagy a mainstreamnek tartott, elfogadott intézkedéseket kritizálókkal szemben, azt inkább most nem említeném. De hogy azt akarom mondani, hogy a számomra riasztó nem az volt, hogy adatokat titkolnak, hanem az, hogy azok az adatok, amelyek egyébként rendelkezésre állnak, ez a fajta nyilvánosság mennyire nem tudja kezelni. Svédország példája ott van. Svédországról tavasszal az összes magyar sajtótermék jobb és baloldali egyaránt ilyen vagy olyan motivációból, de megírta azt, hogy most omlott össze. Kész ott az utcán. Svédországban nem volt harmadik hullám. Nem volt. És feltehetőleg azért nem volt, mert az elsővel a fertőzés egy jelentős részén túl voltak, aztán a másodikkal, meg a maradékkal. Hát igen, ez bár ugye egy járvány, az mindig egy biológiai rendszer, tehát sokkal-sokkal több tényező van abban, hogy pontosan hogy alakul bizonyos területeken az időjárástól kezdve rengeteg más tényezőn keresztül. De valóban, hát abban az időben ez egy nagyon komoly vita téma volt mindenhol, hogy mennyire lehet, egyébként svédországi ismerősök szintén azt mondták, hogy azért az nem egészen úgy van, hogy ott bármit szabad volt, mert éppen az emberekre bízták, felhívták a figyelmüket, igyekeztek tájékoztatni őket minden csatornán, és az emberek maguktól voltak óvatosak. Hát azért, ha láttál Stockholmból és Malmöből képeket, láthatod a zsúfolásig tert parkok, amikor nálunk az önkormányzatok mondjuk lezárták a parkokat. Apropó, szeretnék tőled valamit, mint orvostól kérdezni valamit. Hát ezt egyébként orvosok egy része mondta, más részét pedig lealufólia sisakozták, amikor azt mondják, hogy van egy járványhelyzet. Vírus támadja az ember szervezetét, amúgy is vannak légúti panaszok, és a többi, és a többi. Amikor elkezd először csak úgy derengeni, aztán már erősebben sütni a nap, a szervezetnek nem az lenne az érdeke, hogy minél többször és minél intenzívebben találkozzon vele? Mármint a napsütéssel. Igen. Halló? Nem ez lenne... Bocsánat, igen. Nem hallasz? De, hallom. Na a kérdés az volt, hogy nem az lenne az érdeke az emberi szervezetnek, nem az lenne jó hatással rá, hogyha egy vírusból kijövő állapotban az emberi szervezet napsütéssel találkozna, levegővel? Én megismétlem, azzal, hogy a szabad levegős tartózkodást és mozgási lehetőségeket korlátozták, azzal én akkor sem értettem egyet. Elég nyilvánvaló, főleg amikor már napsütés van, hogy ez a vírus a szabad levegőn nem tud úgy fertőzni. Hát nyilván, ha bemegyek egy tömegbe, vagy ott állok egy zsúfolt busz megállóba,
akkor persze igen. De egy parkban napozva, esetleg nem tömegben sportolva, az nem okozhat ilyen problémát. Nekem egyébként az volt a nagyon nagy gondom, hogy a járvány kezdete után már egy hónappal, két hónappal lehetett olvasni azokat a híreket, hogy bizony a D-vitaminnak óriási szerepe van abban, hogy az emberek milyen súlyos állapotba tudnak kerülni. Mert a legtöbb mármint a D-vitamin hiányának. Hiánynak, igen, mert a legtöbb súlyos állapotú komoly D-vitamin hiányban szenvedett. A legelsőnek az kellett volna lenni, mikor ezek nyilvánvalóvá váltak, hogy tájékoztatják erről a házi orvosokat és az embereket, hogy tessék nagyobb adagban folyamatosan D-vitamint szedni, mert annak megelőző hatása van. Erről most már tanulmányok vannak. Tehát ez például egy nagyon fontos dolog lett volna. Jó, erre most majd megint csak térünk vissza egy kicsikét később, és tanulságos lesz szerintem neked a következő beszélgetés is, mert ha innenig az itt van velünk Jenő, aki a magyar társadalom egy létező szegmensének nagyon határozott véleményét fogja velünk közölni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jenő vagyok Dunaújvárosból. Parancsoljon kérem! Hallgattam a hölgyet, és csak meg tudom erősíteni a D-vitaminnal, mert amikor elkezdődött ez a pangaméla, tehát a járvány, sajnos a feleségem akkor halt meg tavaly április 30-án, én a D3 vitamin szedtem idén nyárig. És ez mellett szedtem a magnézium B-t is. Gyakorlatilag szemgyógyszereket is szedek, azok is teli vannak vitaminokkal, most pedig szedem ismét a kalcium és a D-vitamin pezsgő tablettát egybe. Én gyakorlatilag ebbe a hölgynek igaza van, hogy ezeket a vitaminokat szedni kellett. Rendben, ebben aztán mindannyian egyetértünk, tehát akkor egy lépjünk a vitaminokról. Örülök neki, hogy ennyi vitamint vesz a szervezetébe, az mindenképpen használ. Igen, mert hát eléggé beteg vagyok, volt nekem gyakorlatilag hátsó falu infarktusom is többek között. Szívelégtelenség van, vérkeringési problémák, úgyhogy vigyázni kell. De még nem vagyok beoltva, mert a orvosommal megbeszéltük, engem ne abba a sávba vagyok én érintve, ahol nem javallott az egyik vakcina sem. Értjük. Igen. A negyedik hullámmal kapcsolatosan. Na igen, hallgatom. Annak idején tavasszal az volt, hogy nem mondták, hogy biztos, de úgy néz ki, hogy a negyedik hullám szerencsére beoltottak számának növekedésével el fog maradni. Majd a harmadik hullám végén érdekes módon bejött az indiai mutáns. Ez azért érdekes, mert az első hullám lecsengett, a második hullám, mivel lecsengett volna, akkor jött az angol mutáns újabb vakcinákkal, majd jött a harmadik hullám, jön az indiai vakcina, illetve a mutáns, és már rebezgetik a brazil mutánst is. Tehát ezek szerint már gondolatban, még nem mondták így ki, már az ötödik hullámról is gondolkoznak valahol a világon. Köszönjük szépen, ezt most meg fogjuk beszélni, mármint Pusztai Erzsébettel. Minden jót kívánok, és a vitaminokról semmiképpen ne feledkezzem meg. Ha legközelebb is van mondani valója, akkor szívesen hallgatom. Viszont hallásra, Jenő. Igen, előbb beszéltem az ATV fórumban. Jó, rendben, visszhall. Na, hát Erzsi, az a helyzet, hogy egyébként tényleg van az embereknek egy ilyen alapvető élményük, hogy ez a sose lesz vége. És hogy tényleg, mintha rá lehetne fogni valamire, hogy de ez az újabb mutáns. De ez most azért, mert mit tudom én, miközben van egy járvány, ami járja a maga természetes útját, hullámzik, mint az összes, Spanyol Náthának is három hulláma volt. És hogy ne kelljen azzal szembenézni, hogy itt azért az elmúlt másfél évben itt egy csomó minden nem úgy történt, ahogy terveztük, ahogyan egyesek egészen biztosan jósolták.
ugyan ott vitatkoztunk előbb össze, hogy a kormány hátterében mondták ezt, vagy mások, hogy az egészségügyi kapacitásokkal mi lesz. Én miért mondtam, hogy nem a kormány, de igen, a magyar sajtóban jelent meg kvázi szakértőtől olyan fellebbezési lehetőségét nem ismerő kijelentés, hogy legkésőbb április közepére, tavaly április közepére össze fog omlani a magyar egészségügy, mert át fogja ütni az intenzív kapacitást, a fertőzés menete. Azt a közelőben sem járt tavaly. Most tavasszal járt a közepében, de még így sem omlott össze. Szóval, hogy van egy ilyen hullámzás, akkor mindig jönnek valami kvázi mutások, és miközben egyébként bekerült úgymond a brit mutás Magyarországra, akkor például lejtmenetben volt a járvány december-januárban Magyarországon. Igen, de utána fölment. És ugyanúgy ment föl, ahogy mondom, hullám, ahogy az... A tavaszi hullám az magasabbra ment, mint a decemberi, és a vizsgálatok és a feltételezések, ugye, mert bizonyíték erre egyértelműen nincs, de szerint éppen az angol mutáns volt az egyik fő tényezője annak, hogy ilyen magasra szaladt a harmadik hullám. Én szeretem az ilyen okán-borotvája szerint mindig azért visszavezetni az elégséges magyarázatra ezeket a jelenségeket. Ahogy már említettem neked, ez pontosan ugyanúgy történik az influenza gyanús megbetegedéssel orvoshoz fordulók számát tekintve évről évre. Tehát, hogy a koronavírus ezt követi ezt. Kivéve most, amikor a maszkviselés következtében gyakorlatilag eltűnt az influenza, és nem csak nálunk. De amit az influenza gyanús tünetekkel... Orvoshoz fordulók számában nyilvánvalóan benne vannak a koronavírus fertőzésekkel, más mutációk miatt fertőzésekkel, ez az influenza gyanús tünet, az nem egy orvosi fogalom, hanem csak az, amit észlelnek. Igen, de most tesztelik. Normál országokban tesztelik azt, akinek influenza gyanús tünete van, és meg lehet állapítani, hogy influenza fertőzése van-e, vagy más. De most a delta mutáns az ugye lánykori nevén indiai mutáns. Igen. Ez, amit megint végigriadóztattak világszerte, hogy Indiában most éppen hány ezer halott van. Indiában a halálos áldozatok száma 1 millió főre vetítve valami 200-valahány, ha jól látom, még az Európai Unióban a sokszorosa az átlagának ebben. Így van, ez egyértelmű. Jó, persze azért volt olyan rémületes látni az, ami Indiában történik, mert hatalmas létszámú populációban kezdett a fertőzés terjedni, tehát a halottak abszolút számát tekintve azért elég ijesztőnek nézett ki az első hullám, de vissza kell itt, olyanok még az átoltottság nagyon-nagyon messze van, de vissza kell térnem itt az ivermektinre. Na, tudni, akkor térjünk vissza. Tudnélik, Indiában már az első hullám vége felé elkezdték, miután az ausztrál kutatók megállapították, hogy a nem csak a koronavírus, de a koronavírus fertőzést kivédeni és a tüneteket csökkenteni, sőt megszüntetni képes, ekkor már elkezdték India bizonyos tartományaiban filléreken lehetett kapni olyan gyógyszercsomagot, amiben D-vitamin, doxiciklin és ivermektin volt korai kezelése. És nagyon sok helyen voltak erről ilyen értelemben vizsgálatok, és most, amikor berobbant ez a korábbinál súlyosabban és gyorsabban terjedő helyzet, járvány, akkor elkezdték széles körbe adni az ivermektint. Nagy valószínűséggel az, hogy a halálozás olyan náluk, ennek is köszönhető, és az is, hogy ahogy az általad megosztott görbén lehet látni, nagyon gyorsan megfordult. Indiai bejegyzéseket olvastam abban a nemzetközi csoportban, ivermektin csoportban, ahol a világ minden tájáról vannak orvosok, hogy egy hét alatt elkezdett csökkenni a fertőzöttek száma. És ezt megfigyelték több helyen, és nagyon komoly mozgás van. Indiában pereket készülnek indítani azok ellen, akik az ivermektin ellen beszélnek. Az Egyesült Államokban is, ott még decemberben szenátusi meghallgatás volt. Angliában, Dániában
a szakértők írtak levelet miniszterelnököknek, hogy az ivermektin széles körű alkalmazásával nem csak a gyógyításban lehetne nagyon komoly eredményeket elérni, hanem a megelőzésben is. Én például november elejétől megelőzésre szedtem az ivermektin, addig, amíg a védőoltásomat megkaptam. Jó, én ehhez nem tudok hozzászólni. Én csak azért mondom, mert két dolog egy ilyen járványban, az egyik dolog a járványügyi védekezés, megállapítás, izolálás, hogy ne tudjon terjedni. A következő a már megfertőzöttek kezelése. A harmadik az a védőoltás, amivel hosszú távon tudom megelőzni, hogy újra és újra fellobbanjon a járvány. A kezelésről gyakorlatilag nincsen szó, pedig Izraelben is van kutatás, vizsgálat, egyértelmű, hogy a korai fázisban alkalmazva napok alatt változik a helyzet, és szűnnek meg a tünetek. Ráadásul jó eséllyel a hosszú távú következmények is kivéthetők. Na most azt mondom, hogy ehhez a részéhez nem tudok hozzászólni, mindenféle jogodat, hogy ezt el tud mondani, viszont korlátozni nem fogom, de például ez a pont volt az, ahol Magyarországon akadémiai segédlettel újságírót rúgtak ki. Igen, nagyon, nagyon szomorú voltam, mert az egész jelenség egészen riasztó volt, de én azt gondolom, hogy a cáfolat az rövidesen a világ legtöbb helyén meg fog történni, mert elkerülhetetlen. Pontosan az újabb és újabb mutációk miatt elkerülhetetlen. Hát vagy egyébként tényleg eléri az immunitás azt a társadalmi fokot, hogy... Igen, hát ez a másik kérdés. Vagy, és ez a legvalószínűbb egyébként, hogy eltűnik úgy a járvány, hogy igazából nem tudjuk, mi az oka, spanyol náthánál sem tudjuk, mi az oka, hogy vége lett. Akkor igen, akkor nem tudjuk. Ott valószínűleg szerepet játszott ez a fajta úgynevezett populációs immunitás, ami miatt az emberek egy jelentős része, amikor vezető válik, akkor utána már nem tud a vírus olyan mértékben terjedni, de például a keleten létrejött hasonló típusú MERS járvány esetén is egyszerűen eltűnt. Nem tudja megmondani senki, hogy miért. Pontosan, de most már spanyolnát, hát akkor szóba hoztam, akkor azért mondok egy arányszámot. Most a koronavírussal a halálos áldozatok száma, regisztrált halálos áldozatok száma még mindig nem ért el a 4 milliót másfél év alatt. Abban az esetben, hogyha a spanyol nátha mortalitását vetítenénk rá a koronavírusra, igen, akkor alhangon 210 millió halottnak kéne lennie világszerte. Mert ahány százalékát az akkor... Van egy óriási különbség, hogy a spanyol nátha idején nem voltak olyan diagnosztikai módszerek, amivel meg lehetett volna állapítani, hogy aki egy lázas betegségbe meghalt, az tényleg spanyol náthába halt-e meg. Hiszen abban az időben, amikor a spanyol nátha járvány volt, akkor még a tüdőgyulladás kezelésére sem volt módszer. Tehát nagyon-nagyon nehezen összevethetők ezek az adatok, mert az akkori diagnosztikai lehetőségek messze voltak a maitól. Akkor beszéljünk egy kicsikét a mai helyzetről és a koronavírusról, ha minden igaz, itt van már velünk Letoha Tamás. Szervusz András, itt vagyok, igen. Szervusz Tamás. Mióta foglalkozol te koronavírusokkal? Hát nagyon érdekes ez a dolog, mert igazából én a koronavírussal akkor kezdtem el foglalkozni, amikor az első, tehát amikor ugye a szekvencia elérhetővé vált, amikor megcsinálták a szekvenálást, és gyakorlatilag molekuláris szinten ismerté vált a koronavírusnak a felépítése. És azért kezdtünk el foglalkozni, tehát én nem egy víruskutató vagyok, annak ellenére, hogy most jelenleg van egy nemzetközi projektünk, amit a Pfizer vezet, és aminek a célja vírus alapú génterápiás eljárások kifejlesztése. De igazából ami miatt én elkezdtem foglalkozni a koronavírussal az, hogy mikor megkaptuk Kínából a tüskefehérjét, mert ez tavaly februárban már gyakorlatilag Kínába kereskedelmi forgalomba elérhetővé vált, és megnéztük a szekvenciáját, akkor azt találtuk, hogy egy
egy úgynevezett heparin kötő evolucionálisan konzervált szekvenciát tartalmaz a koronavírus tüskefehérjéje. Ezt kérlek, majd írd le nekem, mert ez gyönyörű volt. Igen, tehát gyakorlatilag egy olyan evolucionális konzervált szakasz, ami azért felelős a testi fehérjékbe, például az emberi fehérjékbe is van egy ilyen szakasz, ami azért felelős, hogy bizonyos sejtfelszínen meglévő úgynevezett cukrozott fehérje molekulákhoz kötődjön egy molekula. Tehát ez gyakorlatilag, mi ugye foglalkoztunk a kutatásaink során egyfajta cukrozott fehérje csoporttal, ami az emberi sejtek felszínén megtalálható, és ahhoz gyakorlatilag egy hozzá kötődő gyakorlatilag kód meg volt, adva volt a koronavírusba, és gyakorlatilag mi igazából azt akartuk megnézni, hogy ez az evolucionálisan konzervált, tehát azért evolucionális konzervált, mert még egyszer mondjuk az emberben is megtalálható ez a szakasz, ez megadja a lehetőséget, hogy célzott terápiás eljárásokkal meg lehet akadályozni a koronavírus fertőzést. És azt láttuk, hogy igen, tehát gyakorlatilag tehát ez a hipotézisünk, hogy de hát ez több, mint hipotézis, mert a hipotézishöz ugye az kell, hogy én azt gondolom, hogy itt pedig még egyszer a kulcs ott volt a koronavírusba, tehát egy nagyon erős kód, egy aminósabb szinten felismerhető kód ott volt a koronavírusban, és gyakorlatilag azt néztük, ami teljesen evidens volt, hogyha egy kód ott van, akkor gyakorlatilag az a kód azt csinálja-e a koronavírusnál, amire az az evolúció kitalálta, és azt csinálta, és hogyha ezt te felfedezed, és gyakorlatilag rájössz, hogy ez a kód ott van, akkor innentől kezdve már a koronavírus fertőzés kivéthetővé válik, és gyakorlatilag ez be is bizonyosodott, úgyhogy ezt az eredményt, ezt le is tudtuk szabadalmaztatni, meg aztán később ugye tudományos közlemény formájában napvilágot látott. Akkor ezt most megpróbálom lefordítani, hogy elkezdtétek vizsgálni a koronavírust, és az volt a fő kérdés, hogy ez valami egetrengetően új, szinte ismeretlen dolog, avagy emberi szervezetből, más vírusokból ez egy ismert felépítésű valami, és mint ilyen nem egy terminátor. Andris, nagyon szeretlek téged, de nem ez a lényeg. Az volt a lényeg, hogy itt már nem volt ez kérdés. Tehát ott volt a kód. Érted? Én ezzel a kóddal foglalkozok, tehát én gyakorlatilag cukrozott fehér, tehát én, amiért részt tudok venni nemzetközi gyógyszeripari kutatásokba, az az, hogy évekkel ezelőtt elkezdtünk vizsgálni úgynevezett cukrozott fehérje molekulákat a sejtek felszínén, amik számos betegségbe, de így például a vírusfertőzésekben is központi szerepet játszanak. És gyakorlatilag ezekhez a fehérjékhez történő kötődést egy adott kód biztosítja, és ez a kód ott volt a koronavírusban. Mikor én ezt észrevettem, már nem volt kérdés, hogy ez a koronavírus mit csinál, ott már csak az volt a kérdés, hogy gyakorlatilag az ismert terápiás vagy kísérletes molekulákkal, amikkel egyébként ezt a cukrozott fehérjékhez való kötődést meg lehet gátolni, ezekkel meg tudjuk-e gátolni a koronavírus testi sejtekhez történő kötődését, és megtudtuk pont. Tehát ez egy nagyon célzott dolog volt, ez olyan volt, mint tehát gyakorlatilag a kulcs meg a zár elmélet, hogy nagyon ismert egyfajta zárat, gyakorlatilag te azt egész életedben azt kutattad, és kezedbe esik, azt mondják, hogy hú, hát itt van egy kulcs, ami senki nem tudja, hogy milyen zárat nyit, és látod, hogy hát annak a kulcsnak gyakorlatilag olyan a mintázata, ami a te záratba illik, és ennyi volt az egész. Na jó, még egyszer nem próbálom meg lefordítani, mert még megint félreérthető leszek, de én körülbelül én azt hiszem, hogy értem, hogy miről beszélsz, nagyjából ezt próbáltam visszaadni, adjuk is, hanem az van, hogy van egy vírus, ami számodra, amit te jól megnézed, mint a kulcs és a zár, hogy mi hiányzik igen belőle. Na de, igen, ennek ismeretében van-e olyan vírus eredet, amelyet te kategórikusan ki tudsz zárni?
Ki tudod-e azt zárni, hogy ez zónózis, ki tudod-e zárni azt, hogy mesterséges, vagy azt mondod, hogy ezt egyiket sem lehet kizárni? Én azt mondanám, hogy ilyenfajta egyezés, ami ja, még egyszer, tehát itt ugye én tavaly, mikor én azt mondtam, hogy a koronavírus fertőzés az gyógyítható, és kicsit alább kéne hagyni a pánikkal, gyakorlatilag itt a legutolsó sarki fűszeres is az én családomat anyázta, pedig gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy az ember racionálisan szinten gyógyszerfejlesztés végez, onnantól kezdve gyakorlatilag ez a fajta megközelítés, hogy te tudod, hogy hova kötődik egy vírus, és azt tudja terápiásan gátad, az egy gyerekjáték. Azt tudom neked mondani, hogy az, hogy egy olyan fehérje darabka van egy vírusba, ami gyakorlatilag általunk már több mint egy év, de Szilák László kollégám által már körülbelül 20 éve vizsgált fehérjének a darabja, benne van egy vírusba egy nagyon furcsa dolog, mert ilyenfajta egyezés azért nagyon ritka a természetben. Tehát ezek a kódok, ugye a fehérjének ahhoz, hogy egy fehérje kifejtse a funkcióját, ahhoz kell egy kód. És gyakorlatilag sokszor van az, hogy egy kód több fehérjeiben is megvan, de az a kód az kicsit eltér mindegy, mindig eltér fajról fajra egymástól. Tehát bizonyos aminósavak szintjén, még akkor is, hogyha a fő motívum hasonló, az aminósavak szintjén van egy kis változás. És ez a, ugye az evolúció az azért fejlődik, mert azért még akkor is, hogyha egy fehérjének a funkciója ugyanaz és a kódja hasonló, akkor is azért az evolúció változik, tehát a teljes aminósav szinten nincsen egyezés, itt teljes aminósav szintű egyezés van, úgyhogy ez nagyon furcsa. Tehát nekem van egy kód, amelyet 20 éve ismernek és kutatnak és néznek, és egyszer csak hopp, most a COVID-19-nél a vírusban benne van. Tehát a vírus olyan régiójába, ami a testi sejtekhez való kötődést biztosítja. Tehát nem valahol a vírusburok belsejébe, ahol gyakorlatilag ott megbújik, hanem gyakorlatilag ez egy olyan kód, ami a vírusnak a terjedéséhez ad egy nagyon előnyös tulajdonságot, mert ezek a cukrozott fehérjék, ugye a másik, mikor ezt nyilvánosságra hoztuk, akkor szintén ugye jöttek a kommentelőknek a bölcsei, hogy dehogy hát cukrozott fehérjékkel tele van a szervezet, pont ez a lényeg, hogy gyakorlatilag ez egy könnyen tud fertőzni innentől kezdve a vírus, mert gyakorlatilag nagyon sok helyen megtalálja a kötőhelyet, nagyon sok testi sejten. Tehát ez egyfajta előny biztosít a vírusnak, mert könnyen tud fertőzni. Ugye mi nekünk, gyógyszerfejlesztőknek pedig az a jó, hogyha már tudod, hogy ebbe a vírusba ez ott van, és ad egyfajta tulajdonságot, akkor neked viszont meg az az előny biztosítja, hogy tudod, hogy lehet ezt gátolni. Vállalva megint az, hogy kiigazítasz, tehát arról van szó, hogy számtalan sejtfelszínen tud tapadni a koronavírus. Igen. Ez teszi azt lehetővé, hogy egy nagyon könnyen fertőződő, ám de nem rettenetes tüneteket produkáló vírusról beszélünk, ezt mondjuk? Nem a tüneti szinten fogalmaznám meg, hanem inkább az emberi intellektusból, hogy onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag te már ismered a vírus fertőző képességének a nyitját, onnantól kezdve te célzottan tudsz már ellene küzdeni. Tehát gyakorlatilag ez a racionális gyógyszerfejlesztés, mert régen ugye hogy volt a gyógyszerfejlesztés, most csúnyát mondok, ugye beadtak valamit a patkánynak, elaludtak, az lett az altató, amikor a patkány ugye összevizelte magát, az lett a vízhajtó, és akkor így alakult ki a gyógyszerfejlesztés. Most már nem így látjuk, most már kódokat nézünk a fehérjékbe, célmolekulákba, és gyakorlatilag, hogyha ismersz egy kódot, ami egy funkciót ad, akkor onnantól kezdve már racionálisan az ellen a kód ellen te tudsz molekuláris szinten védekezni. Tehát ennyi az egész. Hadd kérdezzek valamit. Kérdezhetek? Persze, igen, kérdezzek. Persze, tessék. Hát azt szeretném kérdezni, hogyha így van, akkor melyek azok a szerek,
amikkel ezt meg lehet akadályozni, hogy ez a vírus oda bejusson a sejtekbe. Hát például az egyik legismertebb a heparin, ami gyakorlatilag ugye a vírusfertőzés. Tehát ugye az én nővérem, én egy orvos családból jövök, ahol mindenki orvos, és ugye a nővérem vezeti itt a helyi járványügyi ellátóközpontot, bocsánat, ő az igazgató vezető helyettes, és gyakorlatilag maga az, hogy a heparint beemelték a kombinációs terápia körébe, azzal gyakorlatilag azt érték el, hogy a hozzájuk bekerülő koronavírusos betegek halálozását azt levitték gyakorlatilag 30% alá, tehát ez most koronavírus intenzívről beszélünk, tehát azért általában elég elhanyagolt állapotú betegek vannak. Igen. Tehát ez gyakorlatilag ez egy olyan dolog, ugye egy vírus az nem csak egyféleképpen kötődik a testi sejtek felszínéhez, hanem gyakorlatilag az egy olyan, mint egy betörő, ami gyakorlatilag nem csak az ablakon tud bejutni, hanem az ajtón is, meg a kéményen, tehát számtalan módon tud. Ez azzal, hogy gyakorlatilag megismerjük ennek a komplex bejutási módát, azzal gyakorlatilag kombinációs terápiákat tudunk megalkotni, és ez a kombinációs terápia pedig arra, tehát például nekünk volt szintén nagyon ismert, hagyd ne beszéljek, de egy általam nagyon szeretett orvos professzor, aki szintén elkapta a koronavírus fertőzést, relatíve gyorsan progrediáltak a tünetei, pedig ő hát egy nagyon egészséges ember, és akkor bekerült ott Budapesten, gyakorlatilag elkezdték neki a heparint, és akkor adtak rá remdesivirt, és 3 nap alatt, mint ugye Donald Trump, úgy elfújták neki a vírust, úgyhogy gyakorlatilag minél többet tudunk a vírusról, annál több lehetőséget ad azra, hogy célzottan, racionálisan védekezzünk ellene. Na most azt Kérdezzem meg még azt, hogy igen, a heparinról olvastam már, az olasz kutatók is emlegették valamikor még a tavasz folyamán, hogy vélekedik az ivermektinről? Hát én ugye nem vagyok ivermektin szakértő, tehát mi nekünk elsősorban ugye nem az ivermektint, én nem akarok olyan szinten belefolyni egy témába, amihez én megmondom őszintén nem értek, mert ugye a ivermektint azt először a HIV kutatásokban kezdték el alkalmazni a vírus transportnak a gátlására. Igen. És ugye a koronavírusnak is ugye a terjedésébe van egyfajta HIV-szerű motívum, tehát innentől kezdve gyakorlatilag teljesen racionális dolog az, hogy az ivermektint, mint egy olcsó és gyakorlatilag széleskörben elérhető terápiát alkalmazzanak, de még egyszer én nem vagyok a tématerületnek, mármint az ivermektin tématerületnek egy olyan szakértője, bizonyára hát ugye számos publikáció meg közlemény jelent meg, illetve vizsgálat az ivermektinről, hát nem véletlenül. Tehát, hogyha valami nem hat, akkor valószínűleg azt ilyen szinten nem kutatnák, és nem lenne róla ennyi emberi és gyakorlatilag preklinikai tanulmány a hatékonyságáról. Tamás, szeretnék valamit kérdezni azzal a kapcsolatban, amit mondtál, hogy mennyiben ismerős a felépítése ennek a koronavírusnak. Tehát az a tény, hogy a SARS-CoV-nak van annyira emlékeztet a korábbi koronavírusokra, ami egyiket az evolúcióban körülbelül ezt mondta, nem szokott előfordulni. Magyarázhatja-e azt, amit tavaly az oxfordi kutatók, akik ugye nem kutatóorvosok, hanem epidemiológusok mondtak, hogy a rejtett immunitás a koronavírussal sokkal, de sokkal nagyobb, mint amit kezdetben a járvány szakértők mondtak és feltételeztek, mert egyszerűen korábbi koronavírus fertőzések kialakítanak az emberek sokasságában ilyen immunitást. Persze, de tehát ez gyakorlatilag ugye nekem az a furcsa, hogy ugye ez a génterápiában közismert dolog, ugye a génterápiában most már a modern gyógyszerfejlesztésnek az egyik alapja a génterápia, és ebbe az irányba megyünk el. Az közismert dolog az, hogy itt a génterápiás eljárásokhoz olyan idézőjelben mesterséges vírusokat alkalmazunk, ami általában a természetben előforduló vírusnak egy legyengített vagy továbbfejlesztett változata.
Mégpedig azért, mert a vírusok, ugye, hogy a koronavírus is mutatja, könnyen terjednek sejtről sejtre, és ugye a genetikai állományokat beviszik a testi sejtekbe, ezért a génterápiára rendkívül jó alkalmazható génbevívő vektorok, lásd Sputnik vakcina, AstraZeneca vakcina. És ugye ezeknél a génterápiás eljárásoknál sokszor nagy probléma az, hogy hiába állítasz elő egy kiindulási természetes vírusba egy mesterséges génhordozó vírust, az immunitás, ami az eredeti vírus ellen, tehát ugye a természetben lévő vírus ellen kialakul, az gátolja a génterápiás eljárás hatékonyságát. Tehát ez egy közismert dolog, Rusvai Miklós is azt mondta, hogy ő azért nem akar Sputnik vakcinával oltatni, mert már annyit dolgozott adenovírusokkal, hogy gyakorlatilag ő benne nagyon erős immunválasz alakult ki az adenovírussal, és valószínűleg az a Sputnik vagy az AstraZeneca vakcina ellen gyakorlatilag védettséget fog, vagy nem védettséget, de hogy ezeknek a hatékonyságát le fogja csökkenni. Tehát ez a fajta keresztimmunitás, ami ezen egy jó régóta ismert dolog, és még egyszer a legújabb génterápiás fejtőzések vagy fejlesztések ellen is gyakorlatilag ez egy ismert dolog, és gátolja ezeknek az igazi áttörését. Gyakorlatilag ez sajnos a koronavírus epidemiológiai kezelésénél nem jelent meg, mert hát igen, ugye a SARS-CoV-2, meg a SARS-CoV-1, most nagyon elnagyolt számot mondok, 80%-ba átved, sőt ez a cukrozott fehérje mediált sejtbejutási módozat is megfigyelhető egyébként a egyéb koronavírusoknál is. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsétlen dolog volt, ami ugye gyakorlatilag nem jelent meg a járványkezelés, vagy keresztimmunitás azokban az emberekben, akiknél esetleg korábbi koronavírus fertőzésen átestek, ez a keresztimmunitás az nem került figyelembe véve a járvány során, kezelés közben. Így, na most, amire te elvitted ezt körülbelül erre szerettem volna kifuttatni, de akkor egyfele járnak a gondolataink, miután felmerült itt már a beszélgetés során a Sinopharm kérdése, miután az inaktivált vírus tartalmaz. Az magyarázhatja mindaz, amit te most elmondtál, hogy kialakulnak a keresztimmunitások, létrejön korábbi fertőzések miatti immunitás, hogy a Sinopharm esetében ezért nincsen az esetek egy meghatározott százalékában antitesttermelés? Hát ez kialakul. Ez persze, ez magyarázhatja, de ez több faktoros dolog is. Ugye az is azért figyelembe kell venni, hogy ugye sokszor belevelték régebben a csúfot mondjuk az influenza vakcinákba, és ugye azt tudni kell, hogy azért az influenza vakcináknál a hatástalanság sokszor az azért volt, mert olyan korosztálynak adják be ezeket a vakcinákat, akiknél az immunrendszer már rendkívül renyhén működik. Tehát gyakorlatilag ugye az immunrendszer az 50 év felett kezd el igazából csökkenni az erőssége, vagyis a hatékonysága, és gyakorlatilag 70 év fölött vannak már olyan tünetek, vagy olyan gyengén működik már az immunrendszer, ami klinikai manifestációt is ad. És ezért van az, hogy a klinikai kipróbálásokban nem igazán szerették korábban a 60 év fölöttieket egyébként klinikai kipróbálásokba belevinni ilyen vakcina tanulmányok, nem egyszerűen, ha az immunrendszer már annyira gyengén működik, és már például nincsenek memória sejtek, hogy gyakorlatilag nincs mit mérni, mert egyszerűen ez olyan, mint a feneketlen tó, hogy bedobsz a feneketlen tó, vagy a kiszáradt tó, vagy kabicsot, ott már nincs az, ami hullámozzon, tehát minek dobott bele. Úgyhogy ebben lehet, hogy igazad van, ezek mindig ilyen komplex dolgok, de én abban is számítok, hogy gyakorlatilag ugye olyan embereknél alkalmaznák a bizonyos Sinopharm vakcinákat, akiknél ugye ez a fajta módozata az immunválasznak, hát pedig... Már nem lehet meg. Igen. Értem. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, hogy velünk voltál, visszaengedlek dolgozni. Megígértem, hogy nem fogom elvenni a teljes délutánodat. Igen, köszönöm szépen. Ölellek, szervusz. Szervusz. No, hát azért ebből azért hallhatták, hogy nem volt azért teljesen könnyű dolgom az elmúlt egy évben, ha valamit rosszul mondtam, amilyen területen, amihez aztán
abszolút nem konyítok, akkor azért egyértelmű kiigazítás volt a részem, pedig megpróbáltam a lehető leglelkiismeretesebben utána ásni. Kaptál választ, Erzsi, benned rejlő kérdésekre? Hát ebből az értelemből ennek bizonyos részelemeit, hanem is annyira olyan precizitással, de ismerem, hiszen követtem az irodalmat, és láttam a különböző eredményeket, hogy milyen támadáspontja van bizonyos szereknek, stb. Tehát ez világos dolog, és őszintén szólva nagyon bosszant az, hogy amit Letoha úr mondott, hogy van kezelési lehetőség, hogy erről milyen nagyon keveset hallunk. Ez egyébként ebben a stúdióban elhangzott, Szutor Zoltán zenész barátommal beszélgettünk hosszan, aki az ősz folyamán kapta el a koronavírust, és ugyebár mindenki arra koncentrált, amire egyébként szerintem józan ésszel korábban nem lehetett volna ilyet, hogy hogyan ne kapja el valaki a vírust, hogyan ne terjedjen a járvány. Arról, hogyha már elkaptad, akkor mit kell csinálni, ugyanennyi vehemenciával nem esett szó, pedig néhány nagyon egyszerű szabály az emberek nagy többségének segített volna. Azért mondtam, hogy zenész, mert miután megérezte, hogy enyhe tünetei vannak, ugyanúgy, mint ilyen esetekben ő énekel tovább. Minden elénekelt számnál 2 Celsius fokkal feljebb ment a láza. És hogy ez azért, mert hogy a egyetlen egy fő aranyszabály van, a tüdőt maximálisan kimélni kell. Így van. Így van. Hát de ez ilyen erővel, mint az, hogy maradjál szabály. Otthon, hordjál maszkot, ne menj ki, de ez ilyen erővel nem jelent meg szakértőktől, melyiket a médiából sem, tehát ezt nem csak átom. Én ezt elmondtam több alkalommal, lehet, hogy én nem tudom, de lehet, hogy én voltam az első, aki elmondtam médiában, médiumban, és aztán több helyen is persze, hogy foglalkozzanak már a kezeléssel. Először csak a vitaminokról beszéltem én is, a D-vitaminról, amit olvastam. És utána, amikor már olvastam róla, megemlítettem az ivermektint is. Nagyon reménykedtem tavaly tavasszal még, mert olyan híreket hallottam, hogy Izraelben valami olyan szájba fújható sprayt fejlesztenek, amelyik megakadályozza, hogy az ember megfertőződjön. Tehát a száj nyálkahártyán és az orr nyálkahártyán a vírus megtelepedését akadályozza. Én azt mondtam, hogy persze a védőoltás hosszú távon nyilván szükséges lesz, de párhuzamosan kell, sőt, meg kellett volna, hogy előzze a kezelés, a jó kezelési lehetőség a védőoltást, mert ha már ott van a tünet, akkor már a védőoltás nem jelent semmit. Stimmel, de hogyha már ott van maga a betegség, abban az esetben sincsen minden veszve, amint jön az egészből, hanem az ember, hogyha figyel néhány dologra, akkor nagyon-nagyon nagy százalékos valószínűséggel ezt gond nélkül ki tudja heverni. Vannak természetesen, akik nem. Jó, azt nem tudjuk megmondani, mert pont egészségügyi dolgozóktól hallottam, hogy számtalanszor fordult elő, hogy az illető a saját lábán besétált a kórházba, és órák alatt omlott össze. Úgyhogy gépre kellett tenni. Tehát azért ez egy nagyon gonosz dög, és nagyon csúnya dolgokat tud művelni. Ezekben az esetekben az ilyen enyhébb megoldások nem fogják tudni visszafordítani, de kétségtelen tény, hogy például el kellett volna mondani az embereknek, hogyha enyhébb koronavírustól szenvednek, akkor hason feküdjenek, ne háton. Például. Ez is egy nagyon fontos dolog. Nagyon jó, akkor szerintem ezzel fejezzük be a mai napot, ugyanis az egész biztos, hogy esetemben nem válik be, ugyanis hogyha én háton fekszem, hogy olyan mértékig horkolok, hogy a családomnak semmiféle nyugta nincsen tőlem. Tehát... De én azt mondtam, hogy hason feküdjenek. Ja tényleg hason, akkor jó, akkor majd azt mondom, hogy koronavírusos vagyok, jól van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen a vendégeinknek is, így utólag is, hogy itt voltak velünk, és természetesen elsősorban maguknak. Velem legközelebb holnap lehet majd találkozni itt a beszólóban, és jövünk majd a jövő héten is viszont hallásra.